Ferihegyi repülőtéren ezrek várták a világűr első meghódítóját, Jurij Alekszejevics Gagarin őrnagyot, feleségét és 5 hónapos kislányukat, Gálocskát. Tízezrek várták 20 kilométeren át Budapest utcáin a nyitott gépkocsit, amelyben Marosán György és Kállai Gyula társaságában szállására hajtatott. Gagarin, Gagarin hangzott szüntelenül a tömegből, és minden várakozónak jutott egy-egy ma már világszerte közismert Gagarin mosoly. A taps, a szívesen látott és várva várt vendégnek kiáró szívélyes üdvözlet, érkezése percétől kezdve kíséretül szegődött a Gagarin család mellé. Az országház épületében is mosolygó, tapsoló emberek fogadták. És a fogadóteremben Dobi István, az elnöki tanács elnöke fogadta a tisztelgő látogatásra érkezett Gagarin őrnagyot. A magyar államférfiak és a szovjet vendégek között szívélyes hangulatú beszélgetés alakult ki. Budapest várta Jurij Gagarin. Budapest találkozni akart a világ első űrhajósával. Százezrek jöttek össze a hősök terén köszönteni és ünnepelni. Budapest lakosságának, az ország népének szeretetét tolmácsolták a szép budapesti lányok. Ilyen nagy-nagy szeretettel fogadtuk Jurij Gagarint magyarországi tartózkodásának első napján.